megáldották a szőlőveszőket és a bort a Heves megyei Verpeléten. Január 24-én a település melletti szőlődombon állított Szent Vince szobornál gyűltek össze a helyi borrend tagjai és az érdeklődők, akiket Cipó Szilárd, a Verpeléti hegyközség elnöke köszöntött. Mint kérdésünkre fogalmazott, a szőlőtermesztők számára a fizikai erőfeszítések mellett az is fontos, hogy az Isten áldása legyen munkájukon. A szőlőtermelőknek és a borászoknak oly sok nehéz feladata van ezekben az években. Épp most volt egy háromnapos konferencia Egerben, és azt hallgattuk három napon keresztül, hogy mennyi sok kártevő kórokozó és milyen sok feladat van a szőlőben, és ezek ellen a kártevő kórokozók ellen mi mindent kell nekünk elkövetni, hogy egészséges szőlőt tudjunk szüretelni, és jó termés legyen, telehordók legyenek a pincékben. Áldás is kell ahhoz, hogy a szőlőtermelők mindent úgy tudjanak megcsinálni, hogy az valóban gazdag termést adjon. A Tarnamenti dalkör rövid műsora után Galó József, verpeléti plébános áldotta meg a szőlőveszőket, a bort, illetve a környező dombokat. Szentmisének a felajánló részében, amikor a pap a szent színeket felajánlja, ugye Jézus rendelése szerint a bort felajánljuk, mint az, amiből az ő vére lesz, akkor a pap azt imádkozza, hogy áldott vagy Urunk mindenség Istene, mert bőkezűségedből kaptuk a bort, és felajánljuk, mint a föltermését, emberi munka gyümölcsét. Ez lehetne az első kiindulási pont, ami az egyházi liturgiába közel hozza a bort és a szőlőt, hiszen az ember a munkával, a teremtőnek a munkatársa lesz. A teremtés könyvében már ugye ez nyilvánvaló, hogy az emberi munka, mint önkifejezés is a teremtő munkatársaként az isteni dicsőségét hirdeti, és a bort pedig Krisztus szava miatt a oltári szentségnek a alap színe. A program borbemutatóval és szentmisével folytatódott.